Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk a Közvágó hídon. És hát a téma is megérkezett, itt van a H7-es hívpótló Csepel-Szent Imre tér felé. És akkor mindjárt, ahogy elhagyja majd a helyszínt, utána beszélünk a dologról. Mert hogy hívpótlás van éppen ezen a hétvégén, konkrétan péntektől vasárnap üzemzárásig, és mint láthatjátok, nem túl izgalmas, hiszen sima PKK-s buszokkal pótolják. És mint láthatjátok, két járat is van, egy H7-es hév pótló, ami érdekes módon csak Szent Imre térig megy, tehát a Csepel végállomásig nem megy el. Ennek nem tudom az okát, igazából eléggé képben vagyok Csepellel, és hát simán el tudna oda szerintem menni. De a Szent Imre térig jár a Boráros tértől, vagy esetleg onnan, akkor már hév jár, viszont erre nem találtam megfelelő megoldást. Onnan nem, itt van, tessék. Pótlóbusz Szent Imre térig közlekedik, onnan egyéb járatainkkal lehet tovább utazni Csepel H felé, tehát az a hét végállomás felé. És hát van egy H7-es E járat, ami, mint látjátok, négy megállónál áll meg, a Közvágónál, Szabadkikötőnél és Csepel-Szent Imre térnél. Ezek meg csak csúcsidőben közlekednek, mint látjátok, a reggeli csúcsban. A délutáni csúcsra már nem gondoltak ilyen formában, ez egy kicsit hasonló, mint nálunk a M3-as pótlónak az E járata. Egyébként hozzáteszem, és akkor most jön a poén, srácok, ezen beszartok. 11 perc menetidője van a sima H7-es pótlónak, és 12 perc menetidője van az express járatnak, ami gyorsabb, úgyhogy hát szerintem, ha valamiért érdemes volt kijönni videózni, akkor ez pont ez a látványkép, tehát hogy és még a többinél sincs az, hogy most hú, mert Közvágóhídra itt is nullát ír, Szabadkikötőre itt is ötöt ír, tehát ez egy kreténség, most valljuk be. Na, itt átmegyünk szépen a tárolóvágányra, egyébként a Közvágóhíd elég szépen beszokott fullosodni, ha lehet ezt így mondani. Tehát ez itt a 24-es, illetve a 2-es villamosok végállomásoznak. Most is itt benne áll egy 24-es, ami ugye TV 6000-essel van kiadva általánosságban. És hát ugye ott pedig a vasúti felüljáró. Túloldalt a Budapest Park és a 23-as busz jelenleg. És ugye a H7-es év pótlójára is a 23-as busznak a megállóiban tudtok felszállni itt. Na, egy csatolt flört. Ez hány óra van? Ez a Martonvásári flört éppen megy Kőbánya-Kispest irányába, melyik persze Ferencvárosnál meg fog állni. És egyébként, jaj, azt hagyd mondjam el nektek, srácok, hogy köszönöm szépen, hogy meglett a 300 követője a páromnak Instagramon. Ugye mondtam, hogy elkezdett Instagramozni, és mondtam azt is, hogy ha meg lesz a 300 követő, akkor kitettetek vele egy közlekedési képet, úgyhogy megvan az első közlekedési képe odakint, úgyhogy nem a legjobb kép szerintem, de nem rossz, tehát így elsőre tök jó, meg nem egy mindennapi járműről van szó. Ha az érdekel titeket, akkor párom instája odalent lesz a leírásba, kövessétek be, nézzétek meg a képet, ha érdekel titeket, ez persze. Most csak egy eszembe jutott erről a flörtről, úgyhogy ennyi. Most jön egy volán busz, megnézzük, hogy ez esetleg nem egy H7-es pótló, mert hogy ugye például Őrsvezér terénél volán buszok pótoltak hévet, de az is egy hévpótló. Látjátok, volán busz? És képzeljétek el, egy másik közlekedési társaság, egy vidéki közlekedési társaság pótolt, most meg nem mondom melyik egyébként, a Szentendrei hévvonalán, mert a párom fotózta azt is, de nem azt tette ki az Instagramra, mielőtt a színétek. Csak járt arra, azt nekem fotózta. Na, hát volán. Látjátok, és még táblás megoldása is van a kijelző mellé. Közben a kettes itt elkanyarodik, de akkor jó, bekavarták itt az embereket, mert tudom, milyen az átlagutas. Jaj, most akkor sárga buszra vagy a kék buszra kell felszállnunk, és tényleg egyébként ilyenek. Volvo 7700-as.
nem nekünk csengetett, nem állunk rossz helyen. És a túloldalt is. Túloldalt meg egy sima hétpótló, itt meg egy 55-ös busz. Mármint, hogy a sima hétpótló alatt azt értem, hogy az szerintem sima BKK-s busz. Azt azért hozzátenem, hogy elég nehéz a hévet pótolni, olyan szempontból, hogy nem nagyon tud, tehát nyomvonalon tud haladni olyan szempontból, hogy párhuzamosan vele, hiszen a Dunaparton közlekedik a H7-es, ott kint, ugye a MIPA mögött, hát innen nézve, és ugye itt a Soroksári úton közlekednek jelenleg a pótlóbuszok. Azt tényleg nem értem, és ezt írjátok meg egész nyugodtan nekem, hogy a Szent Imre tértől miért nem tud tovább menni a H7-es busz. Akkor valószínűleg ami itt fog jönni, Volán busz, az is H7-es pótló lesz, mindjárt kivárjuk itt, igen, Szent Imre tér. Láthattátok. De ami a szembe jön, ugye a Boráros fele megy, elég sűrű járnak egyébként. De az is Volán buszos, bocsánat, akkor elnézéseteket kérem, akkor a videó végére megint csak kijavítom saját magam. Ezek is Volán buszos buszok. Tudom, hogy van ugyanilyen kék festési busza a Volán busznak, tehát mert a kelenföldi vasútállomástól is ilyenek járnak. Ettől függetlenül meg voltam győződve, hogy ezek a BKK buszai. De én is úgy tudtam, hogy alapvetően pótlás esetében a Volán busszal van a hév, a MÁV hév leszerződve. Tehát meg is lepődtem, viszont akkor tisztáztuk is a helyzetet, úgyhogy gondolom a rossz akaróim már elkezdték a kommentet írni, de akkor szólok nekik, hogy ne fejezzék be, mert én is rájöttem, meg megláttam, meg tudtam is, csak tényleg megzavarta a szín. Na, hát ebben pont ennyi volt igazából, ez nagyon tetszik nekem ez emlékfal. Pont ennyi volt ebben szerintem, srácok. Megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, támogatnátok PayPal, Patreon, a leírásba, Facebookot, csoport, e-mail cím, szintúgy. Párom Instája is ott van, minden lószar ott van lent a leírásban, úgyhogy nézzetek rá, hogyha bármi érdekel. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. És ne aggódjatok, hétfőtől már lesz H7-es éves, csak azoknak mondom, akiknek a munkába járáshoz mondjuk fontos. Tudom, hogy a pótlóbusz az mindig egy rossz megoldás ilyen szempontból, de hát most a városban pótlóbuszok hegye van, mert 4-es, 6-os pótlóbusz, H7-es pótlóbusz, azt hiszem a Szentendre is jár még, úgyhogy a metró se jár, tehát lehet itt pótlóbuszozgatni, mint az állat, nem is tudom, honnan szednek ennyi busz már elő. Na mindegy. Ez nem a mi gondunk, úgyhogy megköszönöm minden a közvágóról figyelmeteket, sziasztok!